A Gárdonyi Géza Színház évadnyitó társulati ülésén Blaskó Balázs igazgató az 1986-os indulás körülményeit ismertette, és köszönetet mondott az alapítóknak. Elhangzott a 35. évad veszi kezdetét szeptemberben, amelyre szép számban vásárolnak, illetve újítanak meg bérleteket a látogatók. Az elmaradt előadások pótlása mellett zenés tartalommal szeretnék megtölteni a műsortervet. A tavaszról elmaradt Csiki Gergely a Nagymama című végjátékával fogunk kezdeni. Október elején, november második felében mutatjuk be, én rendezem a darabot, ahogyan erre készültem tavasszal is. Halasi Imre állítja színpadra a Kálmán Imre Montmartre-i Ibolya című nagy operettjét november második felében. Az évadnyitón elhangzott, a bizonytalan körülmények között is számíthat a színház az önkormányzat támogatására. Úgy gondoljuk, hogy Gárdonyi Géza Színház egy nagyon fontos seger életében, ugye ez vitán fölül áll, azonban azt látni kell, hogy a koronavírus időszak után egy nagyon nehéz időszak következett, és még ugye ebben jócskán benne vagyunk. Tudható az, hogy az önkormányzatnak a büdzséje kicsit megcsappant, ugye a bevételeink jelentősen csökkentek, és így ez az intézményekre, az önkormányzatra és az intézményekre is kihat, és nagyon sok olyan kemény, nehéz döntést kellett meghoznunk, ami nem feltétlenül népszerű, de úgy gondoljuk, hogy együttműködve az Emberi Erőforrások Minisztériumával folyamatosan fogjuk tudni biztosítani a színháznak a túlélését, illetve a működési költségeit. Szeptember 23-án kezdetét veszi az EGRI Stúdió Színházi Táncfesztivál, amelyen neves budapesti, valamint vidéki táncegyüttesek lépnek fel. A felnőtt közönség mellett a gyerekekre is gondolnak a színházban, akik október 6-án a Rátóti Csikó Tojás, október 20-án pedig a Rigó Csőr Királyfi című darabot láthatják. A Harlekin Báb Színház megújult formában szintén megnyitja kapuit a legkisebbek előtt. Elsősorban be is kell hozzuk az elmaradásokat, tehát bérletes előadásainkból is annyi elmaradt, ami azért a 40 körüli előadásszám, tehát rengeteget fogunk játszani, de ha nincs kinek, az nem lesz jó. Tehát nagyon szeretnénk, nagyon várjuk a gyerekeket, hogy jöjjenek és nézzék az előadásainkat. Egyébként pedig az új bemutatóink is pont erről szólnak, nagyon gyerekbarát lesz. A Báb Színházban szeptember 20-án családi napot tartanak, ahol a Házikó, valamint a Körös körül című mesejátékot mutatják be a gyerekeknek. Emellett továbbra is széles bérletkínálattal várják a kicsiket és nagyokat.